Christians have coexisted fairly peacefully with followers of the other religion. A Máriapócsi konferencián a damaszkuszi örmény apostoli egyházmegye prímás püspöke elmondta, 10 évvel ezelőtt 2 millió keresztény szír állampolgárt tartottak nyilván, mára ez a szám alig éri el az 1 milliót. A drasztikus csökkenés oka a muszlimokénál alacsonyabb születési ráta és a kivándorlás is. A szíriai háború kezdete óta több mint 1310 templomban vagy egyházi ingatlanban, több mint 7800 magánházban és 1800 mecsetben keletkezett kár. 10 millió szíriai vesztette el otthonát és vált menekülté. Körülbelül 1700 keresztényt öltek meg, és több mint 600-at elraboltak. Mivel a Közel-Kelet és Afrika keresztény lakosságának aránya 20%-ról mindössze 4%-ra csökkent az elmúlt évszázad során, a keresztények eltűnőben vannak a régióban, ami hatalmas visszaesést jelent a régió többszínűségében. Arról, hogy mit jelent tanúságot tenni a mindennapokban, mit jelent az a misszió, az a munka, amelyet az ott élő egyházi közösségek végeznek, az ott maradók között a legnagyobb háborús helyzetből menekültek között, hiszen tudjuk, hogy nem csak a szomszédos országokban vannak a menekültek, hanem Ukrajnán belül, Kárpátalján is, Kelet-Ukrajnából nagyon sok menekült érkezett Kárpátaljára, és az ő tanúságtételüket is ma hallhatjuk. Én azt gondolom, hogy egy ilyen konferenciára azért van szükség, mert egyrészt egymást megerősíthetjük. A szeretet szavából, a támogatásból, egymással egy jó készfogásból, egy jó beszélgetésből, én azt gondolom, hogy a mindennapokra nyerhetünk erőt. A konferencián elhangzott, a világon a kereszténység a legnagyobb lélekszámban üldözött vallás, jelenleg 360 millió Krisztus hívő ember kénytelen ezt elszenvedni. A magyar kormány 2016-ban hozta létre a Segítő Magyarország programját, amely több mint 50 országban nyújtott segítséget az elmúlt 5 évben. Kifejezetten nemzeti küldetésként értelmezzük azt, hogy a világban szenvedő keresztényeknek segítsünk, ugyanakkor segítségnyújtásunk nem kizárólagosan rájuk összpontosul. Hogyha így tennénk, az nem lenne keresztényi, ezért adtunk támogatást például üldözött muzulmán embereknek, üldözött zsidó embereknek, sőt adott Magyarország a Hungary Helps fogamon keresztül támogatást természeti ipari katasztrófák áldozatainak. Most pedig, hogy a közvetlen szomszédságunkban egy háborús helyzet indult, Magyarország elindította a történelmek legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját. Ennek a keretében, miközben Magyarországon több mint 500 000 háborús menekültet fogadtunk és adtunk nekik segítséget, a Hungary Helps keretében pedig Ukrajnában több mint 2 milliárd forint értékben nyújtottunk segítséget, vagy küldtünk segélyszállítmányokat. A konferencián elhangzott, ezzel a programmal Magyarország eddig közvetlenül több mint 500 000 embernek segített a világon.